Hölgyeim és uraim, a mai mérkőzésnek története van. Chris Jokic visszatért a HCV Undergroundra, hogy bosszút álljon Boldo Brownon mindazért, amit vele tett. Boldo Brown versus Chris Jokic itt az Undergroundon. Köszöntök mindenkit! Ez itt a HCV Underground! A ma esti mérkőzés két résztvevője. Tőlem jobbra az új generáció képviseletében a fiú, aki nem ismer határokat. Hölgyeim és uraim, Boldo Brown! Tőlem balra, Viktória kíséretében, egyenesen Horvátországból a sólyom, a jelenlegi HCV bajnok, hölgyeim és uraim, Chris Jokic! Chris Jokic Boldo Brown ellen, ugye nagyon fontos leszögezni, Kornél, nem a HCV öv a tét. Ez nem övmeccs, ez a mérkőzés a bosszúról szól, azok után, ami az új generáció és a New Hungary kvalifikációs mérkőzése során történt, amikor a meccs végén ugye Boldo Brown bezavarásával nyertek az ifjak. Így van, nagyon nem bírnak magukkal. Ez az új generáció mindenhol ott van. Így van, Boldo Brown belehalt volna, hogyha megemeli a lábát, amikor ott a bíró csekkolja a felszerelését. Semmennyire nem volt segítőkész. Sugárzik róla a tiszteletlen. Így van. Nagyon jó ellenben a HCV bajnoki jövét itt látni az Undergroundon, ez egy nagyon felemelő pillanat. És igazából azt kell, hogy mondjam, mikor nem is a legpozitívabb személyiség, de Chris Jokicot is nagyon jó érzés itt látni. Igen, a nagy respektje van azért, azt valljuk be a közönségben, mert a talentuma az megkérdőjelezhetetlen. Pontosan. A közönség örül a mérkőzés létének. Olyankor szokták ugye már az elején megtapsolni a feleket, amikor már a párosítás nagyon elnyeri a tetszésüket. Ez ma egy ilyen nap. És ezt a mérkőzést maga Chris Jokic kérte, hogy megtörténjen. Pontosan. Jokic kérte a vezetőségtől a mérkőzést, meg is kapta. Boldo Brown egyébként körülbelül 10 kilóval lehet nehezebb Jokicnál. Jokic alacsonyabb lényegesen, de nagyon robosztus izomzattal rendelkezik. Ez erőpróbára kíváncsi vagyok. Igen, itt azért eléggé kettőn áll a vásár. Igen, nem könnyen, de Boldo azért a sarok felé kényszeríti Jokicot, aki azonban visszanyomja. Eléggé egyerőben vannak egyébként. Jokic ugye nagyon-nagyon erős ahhoz képest, nem egy magas fickó. Boldo viszont jelenleg tömegeléssel és erőemeléssel foglalkozik, igen, most már hónapok óta. És egyébként sem egy gyenge gyerek ő sem. Ó, tiszta szétválás lesz? Hát mondjuk, hogy tiszta szétválás volt. Hát mondjuk, igen. Mondjuk. Boldo azért az orra alá dörgölte Jokicnak, hogy ő volt az erősebb. Igen, de ha már itt tartunk, akkor említsük meg, hogy azért a HCV-nek is köszönheti ezt, amit Boldo elért, ugyanis 12 éves kora óta edz a HCV dojóban. Mind a ketten egyébként sokat köszönhetek a szervezetnek. Jokic visszavonulást tervezgetett, amikor a HCV felkarolta, a Salgó Tarjáni gálán pedig debütáltatta. Boldo pedig gyerekkora óta itt van. Közben akrobatikus megoldást láthattunk. Hát igen. Azért igen. A tömeg az tömeg. Így van, erőben nem fogja tudni megverni Jokic, úgy néz ki Boldót, és ez a széles mosolya a Boldo erről, ezt így jegyzi magának. Igen, Jokic mozgásán látszik, hogy elővesz egy kicsit az akrobatikában, úgy néz ki talán még a capoeirából is. Á, nem volt esélye sem. Boldo egy pillanatot fogta be a headlockba. Nagyon kellemetlen ez a lock. Igen, ha a fejét dorolod, ugyebár akkor irányítod az egész testet. Így van. És elindítja őt. Hatalmas shoulder block. Egy inside out-ba meg kiforgatta őt. Boldo nagyon elégedett a teljesítményével, Jokic pedig látom, hogy keresi a fogást. Meg egy kicsit kezd felpaprikázódni.
Boldó nem érti, nem érti, hogy miért Jokicsnak szurkolnak, pedig rendkívül egyszerű. Ne légy tiszteletlen. Így van. Gyönyörű, gyönyörű! Oh. Aha. És folytatódik. Le magisztrál pin. De egyből kiforog belőle, és vissza. Kölcsönkenyér visszajár. Így van, újabb le magisztrál. Otto számol. Boldó megunta a játékot, kik tud a gát, és azonnal a Limit Breakerhez készül, úgy látszik a befejező mozdulat. Most nem! Andreg, gyönyörű Andreg! Még egy gyönyörű Andreg! Hát ha ez betalál! Gyönyörű egylábas dropkick! És most Boldó készül! Boldó földön! Gyönyörű standing mozdulat! Van! Úgy pörögtek az események, hogy el sem tudtam mondani, és, hogy... És most Jokic arcán villant a mosoly, ahogy... Érzi! Huncutunk kinézett Boldó Brownra, hogy na mi van, haver? Igen, hát erővel nem sikerült, ezért megpróbálta a technikát. Egy hatalmas pofon Viktóriától elég tűzről pattant hölgyike. Ajaj, Boldó nyakánál ragadta meg, aztán szerencsére meggondolta magát. És elkapta! Aminden itt ilyet ritkán látok, hogy a... A dive-ot elkapja valaki! Hát nagyon felbosszantotta az a pofon Viktóriától. Hát ez, én ezt nem ismerem mondani, hát gyerek nézőink is vannak. Hát nem ilyet... így kéne udvarolni a hölgyeknek, ahogy Boldó Brown próbálja. Hát ezzel nem fogja meglágyítani Viktória szívét, ahogy ez látszik is rajta. Fölmászik tőle, ami azért... Oh! Nagyon nagyot esett Boldó Brown! Jokic kihasználta az alkalmat és kirúgta a lábát. Ritkán szokott Boldó Brown topropra mászni. Így van, és egy mozzolt, és ezt is megfogja. Úgy tűnt, hogy egy pillanatra, hogy megint megfogja Boldó, de aztán sikerült átforgatni a DDT-be, és pin! Kettő! Nincs meg! Gyönyörű tornádó DDT lett a vége. Maga Jokic is meglepődött az erején. Boldó a fejét fogja, remélem, hogy nem sérülésről van szó, bár mondjuk, ha valaki, akkor megérdemelne, hogy kapjon egy nagyot, de remélem, hogy nem sérülésről van szó. Jokic ad egy kis teret, de valószínűleg csak azért, hogy lendületet vegyen. És érkezik. Tudta Boldó, hogy mire készül Jokic, meg tudta kontrázni. Nem csak egy sima szuplex volt, eldobta a szuplex közben. Igen, borzasztóan fel van paprikázva Boldó. És már is újra Viktóriának udvarol egy sort. És most már felkészült volt a pofonra, ott lesz. Igen. Csak kettő. Ez csak kettő volt. Ahogy Viktóriát látom, ez megint egy balra húzás a tinderem. Ebből nem lesz randi. Hatalmas top a bajnok hátára. Jokic az utolsó atakutból nem bír felállni egyébként azóta. A karja itt maga alatt tartja és nem bír felállni, nagyon remélem, hogy nem sérült meg. Boldó rendkívül frusztrált, és Jokic gerincére mért több taposást is egymás után. Ez nagyon-nagyon sérülés veszélyes a csigolyák miatt. Csak remélni tudom, hogy Jokic egy darabban van. Egy nagyon gyors mozdulattal kimenekül, egyből a ringben van, Boldó épp, hogy összeszedi magát. Jokic támad, egy capoeirás mozdulat utána pedig... Ez már tetszik a közönségnek. Megint ott a mosoly Jokic arcán, hogy meg lesz azért a fiú, meg lesz ez. Nagyon nehéz zavarba hozni a hátsó bajnokat, már azt hittük, hogy sérüléssel bajlódik, de igazából csak kivárt. Nincs könnyű dolguk a birkózóknak, körülbelül 35-40 fok van itt a HCV dojo-ban. De állják a salat. A szemébe nyúl Boldó. Így van. Hatalmas backsuplex. Megnémul a közönség is egy pillanatra. És most megint Boldó mosolyog. Igen. De ez a mosoly már nem annyira őszinte. Igen, mind a kettőre kicsit felszabdalják a mérkőzést, és igyekeznek pozícióba kerülni, aztán pedig azt megtartani. Egyikük sem kockáztat annál többet, mint amennyit muszáj.
Boldó pedig egy katapultra készül? Igen. Oh. Ajhaj! Jokic ellen ez nem volt okos döntés. Ő bárhol képes megtalálni az egyensúlyát. Hatalmas enzigirivel! Boldó szerintem nem tudja, hol van. Ó, oh. Spanish fly? Mi lesz ebből? Spanish mi fly? Mi lesz ebből? Spanish fly? Jézusom! Boldó Brown kirúg! Soha nem látott mozdulat a HCV dojo-ban. Jokic gyakorlatilag ingújból húzta elő. És mindezt a második kötélről. Hihetetlen erő és agilitás szükséges, hogy ezt a mozdulatot be tudja adni valaki, hiszen az ellenfél teljes testsúlyát mozgatja át, miközben ő maga egy moonsaultot ugrik. Pontosan, és Boldog Brownnak ugye a testsúlya ráadásul 100 kiló. Tehát azért az nem olyan egyszerű ilyeneket ugrálni, mint a cruiserweight-eknek egymással. Látszik, hogy így van. Ez az a tipikus mozdulat, amikor a saját testi épségedet feláldozod, hogy az ellenfélt legyőzd. Oh. Jokic a combra támad, mindketten talpon. Mondhatni, kivágja azt a hatalmas fát. Hatalmas tolórugás, de Boldó Jokic a bordákra. És még egy. De nem. A térdes nem találta el Jokic ott, viszont meg lehetett tőle még a szuplex. Meg is van. Túlfordult Jokic, még rosszabbul érkezett, mint ahogy a mozdulatból eredetileg lehetne. Hiába nem talált a térdes. Attól még nem bírt kijönni Boldó szorításából. Utána pedig egy dropkick a second rope-ról, és Jokic úgy néz ki, hogy elfogyott az ereje. Bíró ellenőrzi, hogy jól vannak-e még képesek a küzdelemre, és ott egy pin! Nincs meg. Így van. Így van. A HCV Iron Man-e, aki Nitro-tól egy 30 perces mérkőzésen vette el az övet, nem fog kifulladni. Így van. A HCV dojo-ban. Hajánál fogva emeli föl, ezt a bíró jelzi, hogy nem kellene. Ilyen Boldó ismeri a szabályokat, csak éppen nem törődik velük. És megint a limit breakerre készül. A befejező mozdulatára, amiből nem rúgtak még ki. De Jokic résen van! Villámgyors mozdulat! Ott a szuperkick! Ott a szuperkick! Egy pillanat alatt lecsapott a sólyom! Kettő és hát nem! Nincs meg a három. Jokic nem hiszi el. Nem érti. Hívja a top rope-ot. Igen, hívja. A súlyom repülni fog. Így van, a dugó húzóra készül. Jokic, látszik rajta a fáradtság. Boldó pedig résen van. És kihasználja. Nem volt esélye elrugaszkodni. Oh, ez egy argentin rek. Mire készül? Mit akar Boldó? Hát ez egy olyan volt, mint egy go to sleep, csak fordítva tartotta az ember. Gyakorlatilag igen, tökéletesen kivitelezte, Jokic pedig, mintha nem lenne teljesen magánál. Ezúttal Boldó Brown mászik a kötélre. Ez nagyon idegen neki. Otto bírót rutinosan maga elé húzza Jokic, ez egy kisebb csalafintaság, ami azért tőle nem idegen. Hoppá! Hoppá! Fel kell Boldó Brownnél a szuperkickből! De ott van az újabb dobás! És pozícióban van, Jokic befejezi mozdulatához! Jöhet a dugóhúzó! Ez megvan! Ennek a meccsnek itt a vége! Egy, kettő, micsoda! Megint! Hát ilyen nincs! Tihanyi Péter, Justin Wilde, óriásiakat kap Jokic fülre, fejre, halántékra! Victoria tehetetlen! Az új generáció megint ott volt a közelben. Egyértelműen látszott, hogy Boldó Brownnak a veretlensége megszakad, de az utolsó pillanatban megakadályozták. Az új generáció bosszút áll Jokicson. Ők azok úgy néz ki, akik nevetnek a végén már megint, hogy a franc vinné el őket. És még nincs vége. Még nincs vége. Victoria próbálja meggyőzni Ottót, hogy tegyen valamit. Hoppá! Zafár, úgy látszik, tanultak a múltkori hibából. Zafár jelent meg a semmiből, de Justin White eltalálta ott, ahol mindenkit meg lehet állítani. És úgy néz ki, hogy a New Hungary befejező mozdulatát adják be. Így van.
mérkőzés ugyan diszkvalifikációval ért véget, ám az erkölcsi győztes Chris Jokic. Hey Chris, congratulations. What do you think about the youth? What do you think about the new generation? Well, to be honest, I can't say much right now because this is just the beginning. Those guys started the war. Maybe they want a battle tonight, but war is yet to be decided. So, stay tuned. És érkezik az új generáció képviseletében, ezúttal egyedül talán most tudunk is beszélgetni, Boldo Brown. Boldo, egy hajszálon múlt az, hogy a... Jokic, I'm talking to you right now. First of all, to be honest, I fear you. Yes, I am. Now, you're one step forward me. In September, I will be two step beside you and I will get your title.